Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban az ikrek jegyénél? Ezt megtekintjük ennél a felvételnél. Először is rátérnék az asztrológia területére. Az ikrek jegyét besugározza Mars bolygó és Vénusz bolygó. Az nem azt jelenti, hogy a bolygók az ikrek jegyében mozognak, hanem Vénusz bolygó küld energiát az ikrek jegyéhez, Mars bolygó szintén küld energiát az ikrek jegyéhez, mindkettő szép, kellemes, és mivel Mars bolygó jelenti a férfias energiát, Vénusz bolygó a nőies energiát, itt szerelemről, párkapcsolatról van szó. Ami még előnyös lehet az ikrek jegyénél, ha igazságtalanság volt a múltban, akkor ez most rendeződik, vagy ha van egy bírósági ügy, akkor itt előre mennek az események, lesz egy jó hír, vagy egy jó ítélet ezen a területen. Február 1-én új hold van. Az azt jelenti, légy visszahúzódó, gondolkodj el a terveidről, mik a célok, hogy tudnád ezt elérni, meditálj e felett a téma felett. Február 16-án teli hold van, itt az a fontos, mi vagy ki áll a középpontban. Február 3-án Merkur bolygó megáll, ezen a napon megállnak az események, de utána előre halad minden. Február 4-én a nap és Szaturnusz bolygó egy úgynevezett konjunkcióban áll, ami annyit jelent, hogy együtt hatnak. A nap megvilágít valamit. Szaturnusz bolygónál lehetnek még korlátozások, de az is lehet, hogy kihat a sors utunkra, hiszen őrzi a kármikus témákat, és Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. És most megnézzük itt a képeket, de mielőtt elmagyaráznám azt, hogy mit jelentenek, közölni szeretném veletek, hogy ez a havi jóslás megrendelhető nálam. És akkor az passzol a te helyzetedre. Ennek a díja 3500 forint. És most megtekintjük itt ezt a kivetést, ezt a jóslást. Itt látható ez a torony. Ez utalhat arra, hogy vannak még félelmeid, fogva tartod magad, mint egy labirintusban, és keresel egy kiutat, keresel egy megoldást. Itt van mellette a csillagkép, ami szerencsét hoz. Nem csak a csillagok hoznak szerencsét, hanem ez a virágcsokor utal arra, itt lesz egy kellemes meglepetés, és a gyermekek utalnak egy új kezdetre. A torony alatt megjelenik itt ez a felhő, és az azt jelképezi, hogy itt valami be van borulva, tehát átláthatatlan, és ez kihat az otthonodra, vagy a környezetedre, mint például a szomszédokra, ismerősökre, vagy a családra, a rokonokra. Amit ez a torony még jelenthet, egy hivatalos ügy, vagy egy bírósági per, ahol még valamit itt tisztázni kell, hiszen itt valami még átláthatatlan, de valaki óv téged, itt megvan a szerencse, egy jó hír, és a jövőt, ezt az utat jelenti ez a kártya, ahol valami kivirágzik, tehát jóra fordulnak a dolgok. Nem csak ennél a hivatalos vagy bírósági ügynél,
hanem a szerelmi élet területén is erre utal ez a szív, és itt folyamodnak az események, ez a virág utal a tisztaságra, az ártatlanságra, itt kitisztul valami. Lesznek új kapcsolatok, erre utalnak a gyermekek és a gyűrűk. Ez a nagy medve itt jelenti az erőt. Mivel a kassa elvág valamit, az jelentheti azt, hogy február elején nagyon fáradtnak, erőtlennek érzed magad. De ez javulni fog. Itt látható egy hír külföldről, itt meg lesznek a külföldi kapcsolatok. Ez a hajó jelentheti a reményt is, hogy itt lesz egy szerződés, vagy egy kapcsolat, egy jó hír. Az, ami itt még átláthatatlan, az javulni fog, és ez kihat a sors utadra, hiszen ezt jelzi ez a kereszt. Amikor sors utak kereszteződnek, vagy te érkezel el az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba, előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra. Itt lesznek változások, erre utal ez a madár, itt van ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz, tehát egy jó változás, itt előre mennek az események. De most döntéseket hozni, valamit változtatni, a lakhelyen, a környezetedben, a családban, ez még nem a megfelelő időpont ehhez, hiszen itt még valami átláthatatlan, ezek lehetnek hivatalos dolgok is. Azon kívül itt megjelennek az egerek. És ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit. Így nevezzük a kártyavetésnél, és akkor az nincs ott. Tehát az egerek eltávolítanak valamit. Az egerek el fogják távolítani a felhőt, ez idő kérdése. Ez eltarthat május hónapig. Amit még az egerek eltávolítanak, ezek itt a kövek az élet úton, ezek jelenleg még a nehézségek, de ez elmúlik, itt lesz ez a szerencsés fordulat, a változások, és akkor a jövőben az élet út itt javul, kivirágzik valami. Vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, zárj le bizonyos dolgokat, vagy légy nyitott új kapcsolatokra. Itt megjelenik a kapu, ami adja a lehetőségeket, és itt javul valami az anyagiakat illetően, hiszen a halak a pénzügyi dolgokat jelentik, és itt lesz mozgás. Ez a kártya lehet egy férfi, aki olyan barátilag közeledik hozzád, erre utal a kutya, persze jelentheti a hűséget is, de az ő gondolataiban itt van a szív, tehát megvannak az érzelmek, akkor is, ha zárkózott, és ő ezt nem mondja ki. Amit ez a kártya még jelenthet, a mozgás, az lehet sport vagy autó is, és itt anyagiakról van szó, az lehet egy új autónak a vétele. Ez a könyv, illetve a könyvek szintén a zárkózottságra, a titkokra utalnak, de ez változik, hiszen ez a kulcs jelenti, hogy itt kinyílik ez az új ajtó, ez a kapu, és jelenti akkor a nyitottságot. Amit a könyvek még jelenthetnek, ez a tudás vagy a továbbképzés, de ez február hónapban vagy február végén nagyon nehéz, itt vannak a nehézségek, tehát ha ilyen terveid vannak, akkor halaszd el ezt az iskolázást. Ami még nagyon fontos, itt ez a horgony, az összefügg vele, tehát a lelki társaddal, és veled is, ha te egy hölgy vagy, itt vagy látható a képen.
Ez jelenti azt, hogy mindketten le akartok horgonyozni, ami a párkapcsolatot illeti. Itt van köztetek a nap, ami utal a vonzó erőre, a kisugárzásra. De a háttérben itt van a ravasság, és ez a kígyó jelenthet egy hölgyet a háttérben, aki úgy figyel benneteket, figyeli az eseményeket. Ez a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást is, tehát ez a nő lehet egy kolléganő, és itt van a háttérben a hazugság, vagy a nehézségek, hiszen ez a nő hamis. Amit ez a kígyó még jelenthet, ezek a változások, a megújulások, a gyógyító erő, vagy egy terület, ahol gyógyításról van szó, és itt van a hivatás, az lehet, hogy ez a hivatásod, és itt megvan ez az energia is hozzá, ez a gyógyító erő. Ami kettőtöket illeti, ez lehet egy közös munka és egy közös hivatás. Ez a ravasz róka, mint mondtam, utal hazugságokra a háttérben, irigy emberekre, de ez lezárul, hiszen a koporsó lezárja ezt a témát, lezárja ezeket a kapcsolatokat, és akkor itt megvan a megújulás, a gyógyító erő, itt tisztázódik valami, vagy a nap arra utal, itt kiderül az igazság. Amit ez a koporsó és ez a kígyó még jelenthet, egy régi kapcsolat, egy barátnő a múltból, vagy egy kolléganő a múltból, de vigyázz vele, hiszen ez a nő ravasz, és itt ez a kártya, ez az ostor azt jelenti, ez a nő ostorozni akar téged, tehát itt lesz egy hír tőle, de meg akar bántani téged, vagy valamit közöl, ami nem az igazság, és téged ez elbizonytalanít. Ami fontos most február hónapban, itt rendeződnek a dolgok, szerencséd lesz. A jövőben ez az életút itt kivirágzik, itt tisztázódik valami, szép kapcsolatok, szerencse a szerelmi élet területén. Akkor is, ha fáradt vagy, meg lesz újra az életerő. Egy fontos hír külföldről, egy hamis nő a háttérben, vagy valaki a múltból, aki meg akar sérteni téged. Ha fontos döntésekről van szó, mindegy, hogy milyen területen, vagy milyen témát illetően, itt erre utal ez a kereszt, itt vannak még nehézségek, és a felhő utal arra, hogy itt még valami átláthatatlan időkértése, amit az egerek ezt eltávolítják, hoz döntéseket tavasszal, az ideális időpont lenne május hónap egy új kezdetre, mert pontosan az, ami szerencsét hoz számodra, és akkor itt megvannak a jó kapcsolatok. Lesznek változások, mozgás, előre mennek az események, ez lehet egy férfi, aki úgy figyel téged barátilag, de itt megvannak az érzelmek, a gondolataiban is, ő tervez valamit veled, de ezt nem közli. Inkább olyan barátilag próbál közeledni hozzád mellék utakon, erre is utalhat a kígyó. Ha egy hölgy vagy, akkor itt jelensz meg a képen, és itt látható a gondolat, a fölötted lévő kártyák utalnak erre. Te tervezel egy utazást, vagy akarsz külföldi kapcsolatokat kiépíteni, de februárban még itt vannak a nehézségek, légy inkább visszahúzódó, várj a nyárig, amíg itt ez az utazás megoldható. Ha van egy lelki társad, akkor itt látható a képen, ha egy férfi vagy, akkor ez a kártya rád utal, és itt vannak a gondolatok. Te szeretnél ezzel a hölgyel valamit tisztázni, itt voltak nehézségek, de az élet utad most ezt elkerüli, és itt van ez a jó hír, ez lehet egy külföldi kapcsolat,
vagy egy szerződés. Arra is utalhat, hogy elvárod azt, hogy ez a hölgy jelentkezzen nálad. Mert akkor megvan köztetek újra a kapcsolat, ez az életerő, ez a kisugárzás, amire a nap utal, és elvárod azt, hogy ez a hölgy nyíltan beszéljen veled. Itt lehet egy közös terv, ami itt ezen a kártyán a horgony által azt jelenti, hogy itt lehorgonyoztok, tehát egy biztos párkapcsolat, vagy egy közös munka, hiszen a horgony utalhat a munkára, a hivatásra is. És ez volt a február havi jóslásom az ikrek jegyének. Kívánok egy szép napot, és egy szép február hónapot. Nagyon sok szeretettel, Dendera!